lehetőséget. Bújdos Antibe vagyok, és a Social Design Kovácsról fogok beszélni. Mi az, amit itt akkor vagyunk most? Nagyon érdekelnek engem a közösségi projektek, és hogy, hogy miért veszünk részt ilyeneken, meg hogy a meetup, hogy miért működik most már tizenvalahány éve. Elkezdtem egy kutatási projektet, ez a másolható társadalmi együttműködési formátum, így definiáltam. Olyan projekteket vizsgáltam, ahol sok ember összeszerveződéséből valami értékes vagy érdekes projekt jön létre, ami mint formátum, vagy mint egy szabályrendszer intézményesül, és vásárolhatóvá válik. Például mit a például Pecsi Kucsanáj, például Critical Mass, például Múzeumok Éjszakája. És elkezdtem ilyeneket vizsgálni. Nagyon fontos, hogy ezekben egyébként semmi új nincsen. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy ezek társadalmi együttműködési formátum, ezek igazából ilyen társadalmi rendszerek, folyamatok, projektek, nagyon nehéz definiálni. Társadalmi intézmények, vagy az együttműködés műfajai, ilyet is hallottam, vagy igazából szokások, népszokások. Vagy kicsit kapcsolódjak a New Tech Meetuphoz, igazából egy ilyen kulturális vagy társadalmi szoftverként őket értelmezni, amikor leírják, hogy hogyan egy ilyen folyamat, közösségi projekt, hogyan zajlik le, hogyan lehet benne részt venni. A különböző szereplők, mert általában a különböző szereplő típusok vannak, hogyan vehetnek benne részt, és hogyan, milyen szerepet töltenek be. Vannak ilyenek, intézményesültek, ismerjük őket, használjuk őket, néha jobban, néha rosszabban. De vannak újabbak is, tehát ezek ilyen akár több évszázad alatt kialakuló rendszerek, és vannak ilyen kortársabb rendszerek, mint a Fablab, vagy a Pecsi Kucsanáj, vagy a Critical Mass, vagy a Meetup, amik viszont héten nagyon gyorsan el tudnak terjedni globálisan, nyilván köszönhetően annak, hogy egyszerűen kinyílt a világ, és hamarabb hallunk jó kezdeményezésekről. Engem, mert egy ilyen designer vagyok, engem az érdekel, hogy hogyan tervezhetünk ilyen projekteket. És akkor első kérdés, hogyan tervezünk ilyen projekteket, hogy hogyan ne tervezünk, hát ugye a Business Model Canvas, ez így a startup világban, a üzleti világban elég jól élik. Miért nem a Business Model Canvas? Mert ugye a nap végén miről beszélünk? Költségekről és bevételről. Üzleti modellről, aminek a nap végén le tudjuk fordítani az egész egy üzleti nyelvre, számokra, ugye bevételkezés. Ezzel szemben az ilyen közösségi projektek, bár van az ott esetben pénzügyi vonzatuk, mint az Asszimo alapítványnak is ugye van a megtekinthető elszámolása. Erre mondja az egyik ilyen interjúban egy olyan, akivel kutatást csináltuk, hogy nem üzleti modellben, hanem ilyen rewarding modellben, tehát ilyen jutalmazási modellben gondolkodnak. Az ilyen közösségi projektek abban különböznek hagyományos üzleti, illetve hagyományos köz, vagy ilyen tehát állami rendszerektől, hogy tehát nem, alapvetően az emberek nem pénzügyi motivációk mentén veszek részt benne, emiatt az egészen nem illik a, tehát nem működik az üzleti modell sem, nem működiknek a munkaerőpiaci logikák, a hagyományos menedzsment irányítás szervezési modellek sem működnek, és az egész alapvetően általában nincsen jogi formában működve. Tehát ha az ember eljön egy meetupra, egy jogi vagy részt vagy, akkor nem ír alá egy szerződést például. Létrehoztam egy sok emberrel, sok workshopon keresztül, létrehoztunk egy Social Design Canvas nevű eszközt, amivel azt szeretnénk, hogy az ilyen projektek leírhatók, elemezhetők és tervezhetők legyenek. Hasonlóan a Business Model Canvashoz, ez egy ilyen egyoldalas összefoglaló, és sikerült annyira leegyszerűsítenünk, lecsupaszítanunk, hogy tényleg egy oldalban segít összefoglalni bármilyen közösségi projektet. Milyen közösségi projektet? Például egy meetupot, például egy múzeumok éjszakáját, de egy politikai tüntetést is lehet, vagy mondjuk egy házi bulit. Ezek mind közösségi projektek, amikben különböző szereplők vannak, akik különböző módon részt vesznek, és lehet ezeket sikeresebben és kevésbé sikeresen szervezni. Ebben segít ez a Canvas. Pár kép magáról a Canvasról. Összeszedtük, hogy milyen összetevők vannak, nyilván a résztvevők, az ő hozzájárulások és a motivációik. Nagyon fontos, ugye? Akkor lesznek ezek a projektek sikeresek, ha az emberek részt vesznek benne, és akkor vannak részt venni, hogyha motiváltak erre. És vannak egyéb összetevők, az elősegítő, a szabályok és az eszközök. Most ezen nem mennék be a részletekbe, azért, mert maga az egész projekt, az hamarosan megjelenik egy könyvben, amiben benne lesz maga ez a Canvas is. A könyvben csak pár előképet mutatok, 18 esettanulmány van, ahol interjúkat csináltunk, tök jó projektek.
Unióba. OpenStreetMap alapító, Wifi Data alapító, Galaxy Zoo alapító, ilyen ugye technikai projekteket mondjuk, hogy a freesound.org, Fortepan, hasonló projektek, nemzetközi projektek, van benne két magyar is, és ebből csinálunk egy nagyon szép könyvet, amit Paul Krilla designer tervez, és szerintem szép lesz, de én megfogult vagyok. És annyit van, hogyha valakit az érdekel, akkor most benne lesz persze a Canvas, meg lesz egy fejezet, ami arról szól, hogy hogyan lehet ezt a Canvas-t használni. Most csinálunk egy közösségi finanszírozási kampányt, egy Mezzanatti nevű film crowdfunding oldalon, ahol jelentem, ez a szám már nem igaz, mert ez múlt heti, ez a screenshot, azóta már itt lehet megvenni, igen, a fund, az a gomb. Nehéz volt, aki ismerős, aki feljött, hogy nem tudja megvenni, de meg akarja. Akkor segítünk. Szóval, hogy a könyvben vannak esetben, mennyi nagyon jó interjú, és maga a Canvas, és most már igen itt a szám, hogy 62%-ra nyárunk. December elejéig lehet előrendelni, úgyhogy ha azt mondta veletek, akkor támogassátok. Köszönöm a figyelmet! Kérdés? Igen. Hogy már dizájnoltatok ti, vagy valaki valamit ezzel? Igen. Volt, hogy elemeztünk projektet, és volt, hogy például cégen belül használtuk arra, hogy van a dolgozom, az a BlackRock, ott vannak olyan kollégák, akikkel nagyon egyetértünk abban, hogy tök fontos meetupokra járni, technológus kollégák. És akkor elkezdtünk pár emberre is szövetkezni, hogy hogyan lehetne a cégen belül azt így ösztönözni, hogy az emberek járjanak meetupra. Ez tipikusan nem olyan dolog, amit így lehet így írásba adni, vagy kiadni az embereknek. És akkor ezt az eszközt használtuk, és akkor azt néztük, hogy kijött két dolog, hogy mivel lehet például javítani. Az egyik az, hogy van egy ilyen hírlevél, amit a mindig a vezetőség, a magyarországi vezetőség küld ki. Oda például lehet rakni, ha valaki elment meetupra előadni, akkor azt így tudja meg eldicsérni. Ingyen van, de hogy különleg ilyen reputáció nevel. És a másik pedig hogy mivel ugye egyébként szabályozott cég van, és hogy ha az ember előad valamiről, akkor nagyon kérdés, hogy mit szabad mondani, ugye ott esetben engedélyt kell kérnie, és ez nagyon nem triviális, hogy ezt hogy lehet. És akkor itt bejön egy ilyen elősegítő, ami igazából semmi más, mint egy wiki oldal, ami leírja, hogy ha előad BlackRock színeiben vagy sem, BlackRock-os anyagról beszélsz vagy sem, mutatsz diákat vagy sem, attól függően milyen processzek vannak. Tehát például ilyet használtunk, meg vannak megkeresések, hogy projektekről nyilván. Ugye a többféle projektet, amit ugye mélyebben elemeztetek, és azokból kisült számodra, vagy a könyvben nem van az, hogy milyen nem tudom, patternek és antipatternek voltak azok, amik egy ígyszer félnek a mondani. Tudok, és ilyen az idő rövid cikke miatt lett kivágva. Több is van. Az egyik az, hogy ezek akkor működnek jól, hogyha egyszerűek a szabályok. Ami logikus, de miért van ez? Mindenki, meetup szervezők is ezt mondjuk munka mellett csinálják, épp, hogy még gyorsan, villamosan megszervezek, vagy nem tudom, két tárgyalás között egy meetupot, vagy nem tudom, hogy csináljátok, de close enough. Igen, ez mikor működik, hogyha ha valakit meghívsz előadni, és neki röviden el tudod mondani a szabályokat, akkor megérti, és akkor el tudja dönteni, hogy van időm, van kedvem, vagy nem. Ha megnézed a névszavazást, ezek mind nagyon egyszerűek. Tehát, hogy az adórendszer az annyi, hogy az alap egyszerűség, hogy befizetek, kapok szolgáltatást, vagy az SZIA 1%, az szintén egy ilyen, hogy nagyon le van egyszerűsítve, az adód 1%-át. Aha, rábölhetsz egy civil szervezetre, és így átadhatod. Asimovnak is, ugye? Csak érek nem. Tehát nagyon egyszerűek a szabályok, mert segíti azt, hogy minél több emberbe kapcsolódjon. A másik az, hogy megfigyelhető, hogy különböző ilyen általában ilyen kevés számú, mondjuk 3, 4, 5, esetleg 6 jól behatárolható résztvevő típus van. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a meetupnál van egy-két önkéntes, vannak a szervezők, vannak az előadók, vannak a résztvevők, mondjuk ez 4, esetleg a DJ, ha van, mint tudom. És akkor nagyon látszik egy ilyen piramis rendszer, hogy kevés számú ember van az, aki sokat dolgozik bele, és sok ember van, aki a legkevesebbet. Tehát ilyen az emberek száma és a befektetett munka mennyisége, az ilyen fordított arányos. De ez logikus is, mert hogyha mondjuk azt várnád
egy millió embertől, hogy írjon egy, meg egy törvényt, vagy nem tudom, akkor az nem fog menni, mert az hosszú idő megírni, de hogy mondjuk egy millió embert arra, hogy menjen el választani, és dobjon be egy, vagy x-eljen be egy. Tehát kevés munkára sok embert el lehet venni, sok munkára keveset, logikus. Még van egy kérdés is, amit szerintem. Ez azt jelenti, hogyha azok a projektek, ahol sokan tülekednek ott, hogy ott kéne valamit csinálni, azok kevésbé életképesek, azok a jó, azok számotokra, vagy azt állapítottátok meg, hogyha csak egy-két ember a húzó ember, és a többi nem szólnak bele, akkor az jobban megy az a projekt. Szerintem nem, tehát nem, szerintem ez így természetesen kialakul. Tehát, hogy és hogy igazából a példákat vizsgálva arra jöttünk rá, visszarakom ezt, hogy a praktikus használat, hogy a ti megállapításatok az, hogyha valamiből el akarunk kezdeni, akkor ne toporozzunk 6-8 embert arra, hogy toljuk be ezt a projektet, hanem ketten a haverom aláírunk össze és ketten. Lehet, tehát hogy lehet, ha van elég ember, de ugye, mint minden, ugye, nem tudom milyen törvény az hozzákezdés, hogy minél több embert vonz bennál hosszabb lesz a projekt, és igazából nem lesz gyorsabb, nem lehet, hogy gyorsabban. Ez nyilván mindenhol megvan. Tehát abban a pillanatban, hogy több ember van, akkor őket összeszervezni is munka. És itt jön az, hogy ha mondjuk 6 ember, ha tudok találkozni, és jobban vagytok, és az idő nem azzal megy el, hogy mikor találkozunk, akkor lehet, persze. De hogy másfelől meg, hogyha jól fel vannak osztva a szerepek, akkor segíti azt, hogy akkor én tudom, hogy mit kell csinálnom. És akkor mondom, miután akkor szervezőknél, hogy rotálják a szervezőséget, nem tudom, hogy most ott tök jó, hogy van olyan mindig, aki szervezi, akkor tudja, hogy ő neki most ez a feladat, hogy előadókat szerezzen bárhogyan. Viszont nem kell azon aggódnia, hogy ki videózik, de amikor valaki éppen videózik, akkor ő meg tudja, hogy nekem az a dolgom, hogy legyen állvány, legyen wifi, működjön a rendszer. Tehát, hogy fel van osztva, és igazából, hogyha a szabályok, meg, és itt jön az mindig, hogy a szabályok jól ki vannak találva, meg a feladatkörök, akkor az emberek könnyebben tudják, hogy mi a dolguk, könnyebben vesznek részt benne. Nem tudom, hogy így sikerült-e válaszolnom, vagy nem tudom. Igen? Ezzel a módszerrel, amit csináltatok, lehet-e szerinted egy politikai pártot, vallást, szakszervezeti mozgalmat, milliós létszámú civil mozgalmat alapítani, szervezni? Szerintem lehet, vagy remélem, tehát az a célom, hogy lehessen, vagy az a célja, hogy lehessen. Ha belegondolunk mondjuk, és akkor most politikai vizekre nevezünk, hogy a polgári körök hívták, annak hogy tényleg az éppen aktuális kormánypárt elkezdett, az egy nagyon hasonló dolog, hogy hirtelen kitaláltak egy olyan rendszert, és adtak neki egy nevet, és kitaláltak néhány szabályt, hogy nem annyira ismerem, de hogy hogyan tudják az aktivistáikat aktivizálni. Hasonló. Tehát igen. Tehát, igazából ez egy olyan eszköz, ami mondjuk nyilván ilyen projekteket segít elemezni, meg tervezni, de attól még, hogy papíron jól mutat, az nem biztos, hogy szép, de ezt tudjuk, ez minden így van. Tehát, hogy ez a business model kanvasszal is így van, meg házzal is. Ha nincs több kérdés. Ja. Hát, hogy a... Múltkor, amikor én hallottam az előadásodat, akkor feltették a kérdést, és szerintem ez egy tök jó kérdés volt, hogy maga a Canvas, az elérhető lesz-e? Igen. Az most aki 10 eurót fizet, az hamarabb megkapja. Természetesen föld lesz majd tavasszal, amikor befejezzük meg a szerkesztés, meg mindent, meg Creative Commons az a célom, persze. Jó, köszönjük!